Sziasztok! A mai videóban egy hozzám nagyon közel álló filmet hoztam témának. Ez a film nem más, mint a Michael Mann rendezésében készült, 95-ben debütált Heat, vagyis a szemtől szemben. Ahogy említettem, a mai alapanyag a Heat. Ez a film az egyik legmeghatározóbb élmény volt azóta, mióta filmekkel foglalkozok kicsit átfogóbban. Pont a napokban néztem újra, és úgy gondoltam, hogy miért is ne csináljak belőle egy ajánlót, hiszen egy a szememben mesterműként élő filmről beszélünk, de ennek ellenére nem túl sokan ismerik még a filmrajongók körében sem azt pedig még kevésbé, hogy ez egy remake, pedig nem másé, mint a szintén Mindkillman által rendezett 1989-es LA Takedown, vagyis magyar fordítás szerint Los Angeles utcain című másfél órás kisköltségvetésű TV filmé. Térjünk is rá a szereposztásra, ami is. Robert De Niro, Al Pacino, Danny Trejo, Tom Sizemore, Walt Kilmer, John Voight és még sorolhatnám. És igen, ez az az első film, amiben a keresztapa után Deniro és Pacino újra együtt játszanak, ráadásul itt közös jeleneteik is vannak, nem úgy, mint a keresztapában. De akkor egy kis hájpolás után fussunk át a történeten. Tehát a történet szerint Deniro Niro Neil McCauley-t alakítja, azt a hihetetlenül intelligens lángelmét, aki a csapatával, chris vagyis Vol Kilmerrel, Michael-lel, vagyis Tom Sizemore-ral, és Trejóval, vagyis Danny Trejóval, igen, itt Trejónak hívják a karakterét, tehát ők Los Angelesben időről időre illegális melókat hajtanak végre. Lehet az arany, pénz, vagy akár bank is, nekik mindegy, a lényeg, hogy jól fizessen. A srácokról előjáróban annyit érdemes tudni, hogy Nilnek senki -e sincs, bár ez a cselekmény előrehaladásával változik. Krisznek van egy felesége, Charlene, akivel egy közös gyerekük is van, azonban a nő nem bírja már Chris életvitelét. Trejóról nem tudunk sokat, van egy felesége és két gyereke, Michaelnek szintúgy, azonban nála ki is hangsúlyozzák később, hogy mindene megvan, most már pusztán csak élvezetből rabol. Tehát a film elején egyből bele is csapunk a lecsóba, ami egyből el is indítja az eseményeket. A srácok egy pénzszállítót rabolnak ki, egy külsős, bizonyos Grow nevű figurával köröltve. Neil, mint csapatvezér elve, hogy nem ölnek, ha nem szükséges. Ez az akció viszont nem úgy sül el, ahogy szeretnék, Weingrónak köszönhetően, ezért rájuk száll a helyi rendőrség, ahol egy csapatot állítanak Neilékre, amely csapat vezetője Vincent Hanna, vagyis Mr. Pacino, aki szintén a szakmája egyik legjobbja, csak úgy, mint Neil. Hanáról még érdemes tudni, hogy a háttértörténetként ott van neki a harmadik felesége, akivel éppen most teszik tönkre a házasságukat, illetve a mostoha lánya, akit egyébként Natalie Portman alakít, aki elég mély depresszióban szenved a vérszerinti apja miatt. Szóval ezek után Neil kap egy fülest egy bankra, ami rámolható. Össze is ül a srácokkal, hogy megbeszéljék, benne vannak-e, tudván, hogy a rendőrség már minden lépésüket figyeli. Tulajdonképpen a film főszála erre a melóra épül fel. Két szemszög van, Nyilván Niléké, illetve a rendőröké. Innentől végig kísérhetjük, hogy mi vezet el a melóig, és hogy mi történik utána. Szóval a történet röviden, viszonylag spoilermentesen ennyi, viszont most térjünk rá az olyan momentumokra, amik történelmet írtak. Az első az nem más, mint amikor McCauley és Hannah leülnek kávézni. Ez a jelenet egy kávézóban zajlik le a banki meló előtti estén. A két legenda között egyszerűen szikrázik minden, nem beszélve az olyan ikonikus idézetekről, mint I don't have to do anything else. Neither do I. I don't much want to either. Neither do I. Vagy If it's between you and some poor bastard a másik, amit most említek, azt pedig a filmtörténelem legjobb lövöldözős jelenetének szokták leírni. Ez egy kb. negyed órás, kőkemény lövöldözős akció amit azt tett nagyjá, hogy a színészek Ténylegesen éles lőfegyverekkel lövöldöztek elé utcáin, ezért is olyan a fegyverek hangja, ami egyik filmhez sem hasonlítható. Tehát itt Volkiller tényleg egy éles tárat tölt be. Emellett elképesztően meg is van koreografálva az egész jelenet. A rendező egy interjúban el is mondta, és meg is mutatta, hogy ehhez a szekvenciához egy külön World War III, vagyis ugye harmadik világháború nevű tervet írtak, ahol mindent szépen lépésről lépésre levezettek. Ezért is lett olyan tökéletes a végeredmény. Aztán elérkeztünk a film végéhez, ami szerintem zseniális. Sokan nem szeretik ezt a befejezést, de szerintem nagyon szép, és még egy kis iróniát is csempésztek a forgatókönyvbe, visszautalva Neil egyik sokszor elhangzott mondására. Elképesztően feszült és kimért ez a jelenet. Amit még érdemes kiemelni a lenyűgöző forgatókönyv és a zseniális színészek mellett, az a zene. Szerintem az egyik legszebb dallamú zenei témát ehhez a filmhez szolgáltatta a zeneszerző Elliot Goldenthal. Ide nem mondanék semmi mást. Szerintem rendkívül jól sikerült, kötelező hallgatást igényel minden filmzenekedvelőnek. Plusz, kevés olyan film van, ami magyarul jobb, mint az eredeti nyelven, de ez egy azok közül. És most nem a magyar szinkront akarom szapulni, hanem csupán ennek a szinkronja tényleg annyira jól sikerült, hogy még egyet rádob a film élvezetére. Szóval, a szemtől szemben egy korszakalkotó film, a mindig is maximalista Michael Mentől, aki összehozta az akkori, de még talán a jelenkor két legnagyobb színészét, egy elképesztő szereplőgárdával és mester ilyen megírt történettel, benne olyan momentumokkal, amiket a mai napig emlegetnek és szó szerint idéznek. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a filmet, még annak is, aki alapvetően nincs oda a filmekért, mert ha van egy valami, amire érdemes szánni két óra és ötven percet, az ez a mű. Köszönöm, hogy a végighallgattatok, és remélem meghoztam a kedveteket ehhez a nagyszerű filmhez. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, lent fel tudtok rá iratkozni. Én Ádám voltam, sziasztok! For the first time,